spring. You came here on an angel's wing. Honey so sweet it stings. They call me little boy of storms, one that seems so wild. And put him in a cage, they said, he'll come down in a well. Call you little bird, my bird, the sweetest taste of vendégünk Ian O'Sullivan. Hát szia! Hát meg szia. Kell, hogy... Igen, kicsit így meglepődtünk, amikor megláttunk téged Lolával. Isten, ilyen nézel ki. Én mondjuk nagyon fáznék, de hát gondolom ez az írvér kötelez, hogy... Ja, igen, de 22 vagy 25 fok volt ma délután szerintem, szóval én akartam hozni egy kis nyári hangulatot az új számmal is. Én abszolút azt érzem, hogy te most a klippethez öltöztél, és teljesen abban a hangulatban, abban az image-ben vagy, akkor mondjuk várható az, hogy a további hetekben is mondjuk így fogsz jobbra-balra menni, vagy ezt most csak a mi tiszteletünkre vetted fel egyébként? Hát őszintén már megfáztam, szóval ez lehet, hogy nem a legjobb ötlet, de ez a klip, ez egy ilyen nyári hangulat van, és én akartam, hogy én inkább egy kicsit előbb jöjjön ki, de úgy derült ki, hogy később és később, de nem adtam fel, mert mondom, hogy idén jön ki, és nyári hangulat lesz, és nyári szám lesz, és hozom is a hangulatot, ha kell. Csak sikerült. Én vagyok az egyetlen egy ember. Sikerült is. Mielőtt egy picit belemegyünk a dalba és a klipbe, egy kicsit mesélj arról, hogy minek a hatására döntötted el, hogy szóló karrierbe vágod a fejszédet. Ja, igen, szóval én a 6 éve vagyok a Mongoose-ban, és mindenhova játszottunk, és mellette sok számot írtam, csak igazából mindig írunk a számot, és utána döntünk el, mit csináljuk vele. Szóval volt egy csomó dalokat, és gondolom, hogy valamikor, amikor jó pillanat van, akkor megcsinálom, és a múlt 2 év alatt akkor volt egy pár történet, ilyen nagyon hirtelen ilyen bedúl volt, és láttam, mert az apukám 2 év ezelőtt kellett a 2 billentyűt cserélni, szóval egy nyitott szívműtét volt, és ez kb. 10 nap a szülinapom előtt volt, és ráadásul ilyen tavaly is volt egy probléma, mert valaki az én szülinapom, már nem tudom miért, mert én szülinapom történt, de én szülinapom volt vacsora, és kaptam egy SMS, hogy én nagyon-nagyon sajnálom, hogy nagyon jó ember volt az apukád, hogy de meghalt. És ott voltam, és én mindenki körülöttem, ilyen vacsora van, és én vártam, mert csak nem tudtam, kimentem kapni kis levegőt, és kaptam egy másik SMS, hogy elnézést, ez hiba volt, és félreértés, és nincs semmi probléma. Azért ez egy hatalmas hiba. Ez egy, így nem lehet csak visszakapni, és vissza a dobozba tenni, és ez de hirtelen ilyen, szóval ezután én kaptam egy ilyen, kicsit máshol kaptam a levegőt, és néztem, hogy ha lenne csak egy évem, vagy ilyesmi, mit csinálnék, és nincs, soha nincs egy ilyen jó pillanat, szóval mire kell várni. Szóval szerintem ez kicsit arról is szól, hogy nagyon sokat gondolkodunk dolgokról, és túlbonyolítunk különböző helyzeteket, és aztán, amikor valami igazán ijesztő történik, akkor itt a pillanat, hogy te is elkezdted végre a szóló projektedet, és nem is akárhogy kezdted el, hát egy csodálatos videóklipet forgattatok hozzá. Ja, 3 gyönyörű nővel. Hogy készült ez a klip, ki találta ki, te mennyire voltál benne, mennyire tervezted ezt előre?
Hát idén ez egy érdekes év volt, nem kell mesélni, és kb. Három különböző verzió, ötlet verzió volt ezzel a klippel, hogy csináljunk valamit itt, és utána csináljunk le bent valami karantén verzió, ez 2.5 hét után akkor terül ki, hogy mindenki azt csinálja, nem jó? Tovább gondolkodtunk, és ez fontos mindig nekünk, hogy én írtam ezt a számot ilyen indiai nyári, hosszú nyári estén írtam ezt a számot, és igazából nagyon-nagyon hirtelen kijött, szóval van benne ilyen szenvedélye. Azt akartunk csinálni, és ez sok volt különböző story verziók, de inkább az volt a fontos, hogy legyen a hangulat, és legyen ilyen, igazából hát legyen kapcsolat, human kapcsolat, és a szerelmem, de szexualitás, de nem olcsó. És ezzel szerintem összepakoltunk. A Mickey 357 dolgoztunk, de benne is én rengeteg ötlet egyik a csaj, aki szerencsés vagyok mondani, hogy ez az én csajom. Te csajod, igen, nem mondd ilyen halkan, szeretünk volna erről is beszélni és vele. És ő nagyon ilyen segített, nagyon ilyen terveztünk az egész ilyen együtt. Szóval igazából ez egy közös, nagyon értünk, hogy ilyen közös ilyen szülés volt. A többiek a Mongoose and the Magnetből mit szóltak ehhez a közös szüléshez, ehhez az új dalhoz, illetve ahhoz, hogy te szóló projektbe fogsz kezdeni? Szóval beszéltünk róla, persze. Igazából azt, aki dobol ebben a számban, ez a Mongoose and the Magnetnek a dobos, ez a Halo Gary, és nem tudom, másfél éve nyomtunk itt élőben ezt a projektet, és mindent tudjunk, hogy olyan side projekt van, több ötlet, mindegy. You know, én nagy bőgös vagyok a zenekarban, de ez első hangszerem, ez a gitár, és mit csináljunk, hogy van valami, és zenekarok, nem tudom, mikor van a megfelelő pillanat. Szóval mi beszéltünk, és mondtam, hogy szerintem most kell, és dolgozunk a háttérben a Mongoose cuccal, de most nagyon kell, hogy én kiadom ezt a cuccal. Mindenki nagyon érti egymást, hogy ez inkább egy jobb dolog, ha túl sok szám ötletek vannak, mint a keves. Szóval és háttérben nagyon-nagyon király zsír cuccok vannak a Mongoose-a. Szóval, reméljük, hogy jönnek még akkor újabb dalok, és bízunk benne, hogy télen is mondjuk kijössz egy ilyen nyárias dallal, és egy kicsit megmelegíted a szívünket, mert nagyon jól sikerült ez is. Köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk. Köszönjük szépen.